Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, engedjék meg, hogy egy idézettel kezdjem ezt a beszélgetést. A kedvenc könyvem Metternich Képmadár című műve, amiből azt tanultam meg, hogy ha bármilyen fájdalom, keserűség bánat ér, nem tör le, mert hiszek abban, hogy az élet az apró lépések csodája, csak észre kell venni és tovább lépni. És ezt nem más mondta nekem, mint Eszterhály Katalin. Csókolom a kezét, köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Én örülök, hogy itt lehetek. Otthonról hazajött. Így van, pontosan. Mert hogy ugye legutoljára az Akaratunk gyógyereje című kötetének kiadásakor találkoztunk és beszélgettünk, amely természetesen, mint az itt látható kötetek is, az Alexandra könyvkiadó jóvoltából kerülhet a magyar olvasók elé. Légy az élet csodálója, majdnem Eszterházy, illetve szeretném még elmondani, szerettem. Ez a legújabb. Erről fogunk beszélgetni. Hát ugye azt tudjuk, hogy Gyulaháza ég felé törekvő kincse nem más, mint ön. És hát az a kanadai út, ami Olaszország után Kanadába vezetett, annak a lépcsőit is ismerjük, hogy mi mindent tett, hiszen ott volt a Corriere del Canadese, az olasz nemzeti lap, és ennek idestova már 30 esztendeje. És azóta egyre termékenyebb, hála Istennek teszem hozzá. Ugye azt mondja, hogy mindig a hittem abban, amit csinálok, az jó. Én azt gondolom, hogy ez az új kötet is bizonyítja, nekem volt alkalmam már elolvasni, hogy az az út, amin elindult, azt tartja méghozzá nagyon-nagyon szigorúan. Igen, én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az embernek célja legyen, és tudja azt, hogy azt az utat kell követnie, aminek szíve van. Az én utamnak szíve van, mert az én utam azt szeretné, ha én ezen mennék. És teljesen mindegy, hogy hány éve járom ezt az utamat, még teljesíteni szeretném mindazokat az álmaimat, mindazokat a vágyaimat, amelyek gyerekkoromban már beköltöztek a szívembe, és én tenni akarok érte, meg szeretném ismerni a világot, meg szeretném mutatni az embereknek azt, hogy milyen csoda valamennyi ember. Úgy szeretném, ha mindenki elhinné azt, hogy benne is van egy csoda, és hogy mindenki hozzáírhatja a sorshoz azt az egy mondatot, vagy azt az egy fejezetet, ami az övé. És ezért írtam meg ezt a könyvemet most, hogy milyen nagyszerű dolog az, ha az ember el tudja mondani a másiknak, hogy fontos vagy nekem, hogy odafigyelek rád, hogy meghallgatlak, hogy szeretlek. Én akarom, hogy mindenki tudja azt a bizsergető érzést, ami egyszerűen széppé tesz, okossá, szárnyakat ragaszt ránk, és ez az a bizsergető érzés, amit mi úgy hívunk, hogy szeretet, legalábbis én így hívom, és én gyerek voltam, amikor ezt először megtapasztaltam. Én nehéz körülmények között éltem, bár bizonyára ezt nagyon sokan elmondhatják, csak hogy bennem az a rengeteg rossz, ami volt velünk, az nem húzott le, nem tett rosszá, sőt, hajtóerővé vált bennem. És nálunk ezt nem szokták mondogatni, vagy annak idején nem emlékszem, hogy valaha is mondta volna valaki, hogy szeretlek, kislányom, de velem megtörtént a csoda, és megéreztem ezt a bizsergető érzést, mert egyszer iskolások voltunk már, nekem van egy nővérem, és tetvesek lettünk. És bármit csinált anyukám velünk, petróleumtól kezdve minden gyógymódot használt, hogy a tetvek eltűnjenek a fejünkből, nem sikerült. És akkor egy megoldás volt, hogy kopaszra nyírta a hajunkat, vagy levágta tövig a hajunkat, és ott állunk a tükör előtt, a nővérem meg én, és a nővéremnek nagyon tetszik a dolog, hogy új a frizurája, hogy úgy mondjam. Én pedig borzasztóan el voltam keseredve, én nagyon sírtam, olyan csúnyának éreztem magam, olyan léggömbszerű volt az én fejem. És akkor a nővérem megfogja a kezemet, oda teszi az arcát az én arcomhoz, ez a kis meleg, finom arca itt volt, és azt mondta nekem, hogy te, Kati, én kopaszon is szeretlek. Hát az a bizsergető érzés, ami akkor az én szívemet megérintette, ez mai napig is velem van. És ez az, amit szeretném, ha mindenki megérezne,
mert mindegy, hogy kopaszok vagyunk, vagy hajasak, vagy akár, hogy öltözködünk, igenis, hogy értékesek vagyunk. Ahogy Salamon király mondta, kimondta Szulamitnak, hogy úgy találtalak meg, mint a gyöngyhalász, aki számtalan kosarat teletölt, üres kagylóval és silány értéktelen gyöngyöl, míg végre a tenger fenekéről felhozza azt az igaz gyöngyöt, amely méltó a királyi koronára. Ugye már ez meg is érdemelte. De mikor bizonyosodott be véglegesen, hogy a földön járás és az ég felé törekvés az kézenfogva történt? Hát ez a dolgunk, hát ezt meg kell tanulnunk. Ez nem jön csak úgy. Mi minden kellett ehhez? Hiszen az élet útja ugye ezt predesztinálta. Volt ebben valamiféle eleve elrendelés? Én hiszem azt. Én hiszem, nekem a férjem szokta mondani időnként, hogy amikor Isten megteremtette a világot, bizonyára engem is oda a csillagok közé akart fölrakni, csak leejtett. Tehát itt kell, hogy ragyogjak. Tehát ez egy, és ezt nem véletlenül mondom a csillagokat, és ő sem gondolom, hogy véletlenül mondtam, mert nekem közöm van a csillagokhoz. Engem hívnak a csillagok. Én valahol érzem ezt a belső ragyogást, ami bennem van, és ezt minél inkább szeretném kimutatni. És ezért mindannyian úgy vagyunk, hogy az ég felé igyekszünk, és földbe temetettek leszünk, na de addig, amíg itt vagyunk, és itt vagyunk, a földön járva kell nekünk megtapasztalni a mennyeit. Ez a mi dolgunk, és ezért csak és kizárólag mi tehetünk. Mert nagyon fontos az, hogy hogy gondolkozunk, hogy akarunk érezni, mivé és kivé szeretnénk válni. Mert én mondom, nálunk hiányzott a szeretet, nálunk hiányzott az a fajta boldogság, az a paradicsomi állapot, amiről mindenki a gyerek, ha kérdezik a gyerekkoráról mesélve, mondja, hogy ó, nekem ilyen jó volt, olyan jó volt. Nekem nem volt jó. De a vágy bennem, és én ezt köszönhetem annak a sok rossznak, hogy a vágyat beültettem ide a szívembe, és erről nem mondok le. Én nem hiszem azt, hogy minden csak mindig rossz. Előfordul, rossz is, jó is az embere. Na de nem arra kell nekem állandóan koncentrálnom, hogy milyen rossz volt, és úgy sajnáltattam magam. Ez nem. Egy küldetés? Kitágítani az ember szíveket, megmutatni a jót, a szeretetre méltó tulajdonságainkat, amelyeket adott esetben már régen elfelejtettünk? Hát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert ugyan a manapság azt szokták mondani, hogy szeretetlen világban élünk, hogy itt nem lehet szeretni. Én nem hiszek ebben. Mert jó, hogy sok minden mellett elmegyünk, de valahol mégiscsak mindenkiben benne van a vágy a szeretet iránt. Az egy gyógyító erő, az csodát tud tenni. És nem csak hókusz-pókusz, vagy elvont romantikus regények témája, hanem igenis, ennek hatása van a gazdaságra, a világra, a mindennapi életre, az anyasságra, az apaságra, a család életre, mert hogyha én nem vagyok boldog, ha én nem örülök az életnek, hogy tudok én fölnevelni egy új nemzedéket, aki megtanulja majd, hogy mit jelent. Ez tanulható? Örülni. A szeretet tanulható, mint ahogy zongoraművésse lesz mindenki egyik percről a másikra. Ezt tanulni kell. Na most előttünk vannak példák természetesen, de én bevezetném az iskolába, mint tantárgyat, vagy az életiskolájába biztos, és ez nem újdonság, amit én mondok, hiszen Tacitosz, Arisztotelész barátja megnyitotta annak idején Görögországban a szeretet iskoláját. Tehát már ott fölfigyelt, a görögökre jellemző természetesen, hogy fontos volt, hogy az ember lelke és a teste összhangban legyen. Na most a szeretetnek kell, hogy legyen egy iskolája. És igenis, hogy kell, hogy tanuljuk. Mert amit lát otthon maga körül a gyerek, azt szokták mondani, azt viszi magával. Nem kell, hogy így legyen. Mert nem csak jót lát egy gyerek otthon, hanem nagyon sok helyen azt látják, hogy ütik, vágják egymást az emberek, szóval vagy fizikailag. Na most ő ezt a magatartást kell, hogy vigye magával? Akkor ő belőle mi lesz? Szóval ez egy nagyon fontos dolog, hogy igenis, tanítsuk meg saját magunkat, és ez elsősorban tőlünk függ ám, hogy forduljunk a másikhoz. Ez egy misszió, mondom én. Egy misszió, hiszen nagyon sok a boldogtalan ember, azt látjuk. Felgyorsult a világ, egyre több a boldogtalan ember. Hogy ez Somjó fogalmazza meg, Somjó György, hogy mikor kérdezi, hogy tudod, kik a boldogtalanok,
aki kétségbe esetten mímelik azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág. És ön pedig tesz ellene, és ezt nyíltan ki is mondja, sőt leírja, hála Istennek teszem hozzá. Ez a kötet milyen gondolatok mentén született? Hiszen ez egy út az öné. Igen, nekem fontos, hogy elmondjam azoknak, akik az enyémeim, elmondjam azoknak, akik az én barátaim, ismerőseim, hogy fontosak nekem, hogy szeretem. De ennek egy nagyon is személyes élménye van. Én úgy nőttem föl, hogy az én édesanyám soha nem mondta nekem ki, hogy szeretlek, kislányom. Nem azért, mert ő egy rossz ember volt, mert én mindent neki köszönhetek, amit én az életben elértem. Azzal, hogy én más akartam lenni. Ő egy példa volt nekem, de nem az a pozitív példa, akire azt mondom, hogy rá szeretnék hasonlítani, hanem én pontosan azt akartam, hogy én ne hasonlítsak rá. Mert ő egy szomorú volt, az élet által nagyon-nagyon megtört, megviselt ember, és nem tudta kimutatni a szeretetét. És az én édesanyám úgy halt meg, hogy mielőtt elsuhant volna vele az angyal, és szólásra nyílt volna a szája, és esetleg elmondhatta volna, hogy kislányom, szeretlek, az angyal nem adott neki időt, nem adott neki alkalmat erre. És én akkor megfogadtam, már gyerekkoromban, de különösen a halála után, hogy én ezt nem engedem meg magamnak, mert nagyon nehéz ám úgy elmenni majd, hogy az embernek adóssága van ezen a földön, mert nem tud vele elszámolni. És én megfogadtam, ha félbolondnak néznek is, mert sokan esetleg azt gondolják, hogy mire ennyit mondani, hát úgy is tudod, hogy szeretlek. Hát borzasztó dolog. Mondjuk ki, mert nem tudjuk, hogy a tibetiek szerint nem tudjuk, hogy mi jön holnap. A holnap jön, vagy az örök élet. Tehát nekem még ma kell kimondanom. És én nem hiszem, hogy elcsépelem a szót, amikor azt mondom a férjemnek, hogy nagyon szeretlek, hogy fontos vagy nekem. Hogy azt mondom a gyerekeimnek, hogy úgy örülök, hogy ti engem választottatok anyátoknak. Én olyan büszke vagyok rátok. Én nagyon szeretlek benneteket. Mert én tudom, hogy ez szárnyakat ad az embernek. Hát miért kell nekünk törpévé tenni a másikat? Miért kell nekünk nem megengedni azt, hogy ragyogjanak? És egy jó szó, az mennybe visz, az csodákat tud teremteni. Ahogy ön mondja, nem engedjük, hogy elillanjon mellettünk, mint valami eltévedt éjjeli pillangó. Ez valóságosan így van. Akkor, amikor ezeket a gondolatokat megfogalmazta, összegyűjtötte, elénk tárta, gondolta volna-e, hogy egy olyan világ kellős közepére önti ki ezeket a nagyívű gondolatokat és történeteket, ami önnel történt, kezdve a szeme világának visszatértéről, ami megint a hitről ármunkodik, a szeretetről, amit érez a gyermekei, a férje, lelke jobbik fele iránt, hogy ez majd olyan lesz, mint egy jó értelemben mondom betegség, ami egyre inkább terjed. Vannak-e kétségei felől, hogy képesek vagyunk-e mi emberek megfogadni azokat a tanácsokat, azt az útmutatást, amivel önt megbízta a sors? Én hiszek benne. Azért merem ezt mondani, mert tulajdonképpen nem sok embert kell ám megváltoztatni ahhoz, hogy ez egy járvány legyen, hogy úgy mondjam, egy szeretett járvány legyen, hogy az emberek elgondolkozzanak rajta. Mert azt szokták mondani, hogy ha egyszer valakinek mesélsz valamit, az tovább mondja, tehát terjed, és kipróbálható. És igen, ez van, akik kipróbálják, és azt mondják, hogy igazam van, hogy szükség van arra, hogy az ember érezze azt, hogy fontos. És hogyha én azt mondom, hogy szeretve szeretnék lenni, akkor nekem mi az első dolgom? Hogy én szeressek, én lépjek. Mert amikor elmegyünk a bálba, akkor ugye mire várunk? Hogy megszólaljon a zene, vagy táncoljak először? Nem mindegy a végén. Nagyon jót táncoltunk, hogy a zene szólalt meg előbb, vagy én tettem a tánclépéseket, az mindegy. A fontos az a végén, hogy elmondhassuk, hogy
hogy táncoltunk. És itt is azt mondom, hogy ha én kezdeményezek, és még akkor is, hogyha azt mondják, hogy mit akar ez a nő tőlem, miért mondja nekem mindig azt, hogy jaj, úgy örülök, hogy látlak, és hogy vagy, és megkérdezi esetleg tőlem, hogy hogy vagyok, és először talán nem is figyelek oda, de a végén mégiscsak elgondolkozik rajta, hogy valamiért megkérdezte, lehet, hogy van bennem valami érdekes, kíváncsivá tettem, és ez rögtön egy olyan jó érzést ad ám az embernek, mert ha valakit leírnak az élet könyvéből, az rettenetes, az rosszabb, mint a halál. Hogyha keresztül nézünk rajta, csak elmegyünk mellette, nem veszünk róla tudomást, az borzasztó dolog lehet. És én ezt tapasztaltam gyerekkoromban, és ezt soha meg nem tenném senkivel, mert tudom, hogy mit jelent, hogy mennyire fáj. Egyetértek önnel. Nos, évtizedek óta nem olvasok el könyvajánlókat, inkább a könyveket. Viszont most kivételt tettem, sőt, ki is gyűjtöttem. Ebből hadd idézzek, mert én azt hiszem, hogy miután elolvastam a könyvet, és azt gondolom, hogy minden egyes szava igaz. Olyan, mint ön, olyan, mint a kötetei. Így ír, nem tudom, hogy ki írta, de remek gondolatok sora. Eszterhály Katalin olyan, mint a csillagok, valósággal beragyogja a környezetét, és akár az égboltot járó csillagképek, ő is nagy utat tett meg, míg a szabolcsi nincstelenségből egészen Kanadáig jutott. Ez eddig rendben van, viszont amit azt mondom, hogy memoáriát olvasva mi is elkísérhetjük ezen a hosszú, fájdalmas és örömteli fordulatokban egyaránt bővelkedő úton. Minden egyes szó igaz belőle, nem emeli az égbe, egyszerűen tárgyilagosan megfogalmazza azt, hogy mi vár ránk, ha elolvassuk. És valóban így történt. Tehát ugyanúgy benne van a pécsi bányásztelep, Róma, minden. Mi a tapasztalata, hogy kellett többet mondania nekünk a köteteiben, mint amit érez? Miként kell azokat a gondolatsorokat megfogalmazni, amelyek nagyon is tiszták és világosak ugyanakkor, fontos, hogy a köznapi ember is megértse? Nekem a Én nem is tudom, hogy konsziderálhatom-e magam írónak, őszintén megmondom. Én nem tudom, hogy egy írónak mi a feladata. Én a lelkemből írok. Én csak addig tudok írni, amíg az élményeimet közzéteszem. Nem azért, mert ez annyira fontos, és olyan különleges, és olyan más, mert mindenkinek gyönyörű, varázslatos története van. Csak én úgy érzem, hogy azok az örömök, azok a magatartásformák, amelyek bennem vannak, azok segíthetnek másoknak. Ez nem egy tanítókönyv egyik sem, hanem inkább csak én mesélek, megosztom a történeteimet, kedvet csinálok ahhoz, hogy kikeveredjünk bizonyos helyzetekből. Ha velem azonosulni tudnak emberek, mert azért nagyon soknak van, vagy volt hasonló gyerekkori élménye, esetleg a mai napig is megérzi, tudja azt, hogy ó, hát ismerős minden, lehet, hogy velem is ez megtörtént, akkor én nagyon boldog vagyok, mert el tudom mesélni azt, hogy nem szabad mindent úgy nézni, ahogy van. Kell, hogy az ember elhiggye, hogy a mesék valóságosak. Minden meséből kell egy picit átvenni valamit, ami megvigasztal engem, ami hitet ad nekem. Említette a kék madarat, nekem ez a kedvenc mesém. Nincs olyan időszak, hogy én ezt ne forgassam, ne vegyem a kezembe, mert én megkaptam a szemfelnyitogató gyémántomat ebből a könyvből. És amikor annyi sok rossz történt és történik a mai napig is esetleg velem, ma már kevesebb sokkal, mint korábban, akkor én 1000 szemet rakok magamra. Mindig megforgatom a gyémántomat, és 1000 szemet rakok magamra mindenhova, hogy minden dolgot más szemmel tudjak nézni. Mert ha csak 2-vel látom, akkor nem biztos, hogy látom azt a rengeteg gyönyörűséges színt, ami itt van körülöttem. És nem mindegy, hogy szürkének látom a világot, vagy azurkéknek, tűzpirosnak, napsárgának. És én a lelkembe raktam, és ezt mindenkinek javasolom, mert ez nagyon-nagyon fontos. Rakjunk egy csodálatos napot a lelkünkbe, ami ugyanúgy melegít, mint az égen a nap, de mégis több, mert a lelkünket melegít, és képes a jeges szívet is föloldani,
és a sugárzása ennek a belső napnak a világtalant is látóvá tudja tenni. Igen, ehhez kell a belső mérce. Legalábbis nem árt egyik oldalról, mert akkor talán olyan egyértelmű lesz, mint a blézerén a motívumrendszer. Tehát a fény és a ragyogás bennünk lakozik. Ugyanakkor fontos tudnunk, hogy egy nagyon furcsa világot élünk. Azon túl, hogy a könyvében azokat a tanácsokat adott esetben megfogadjuk, ami jobbá tesz bennünket. Mi még a dolgunk? Hogyan lehet elkerülni azokat a buktatókat, hogy egy-egy szomorúság ne hasson ránk úgy, hogy az hetekig, hónapokig tart. Ne nyomra rá a köznapi létünkre a bélyegét. Hát ez, azt hiszem, hogy ez egy emberpróbáló dolog. Na de azért vagyunk emberek, hogy végig gondoljuk, hogy megéri vagy nem. Egy egyszerű példát kell, hogy mondjak, ma engem valaki megsértett, mondjuk, és akkor gondolkozom rajta, és akkor azt mondom, Istenem, de rossz a világ, minden szomorú, én is bántok, mindenki. És két hét múlva, mert ugye megy az élet tovább, két hét múlva nem is jut már eszembe. Vajon megéri akkor nekem rágódni napokig esetleg, sértegetni és sérteni másokat, csak azért, mert engem megbántottak? Nem szabad. Én hiszem azt, hogy a belső mérce, az előbb említette, az mindenkiben benne van ám. Hogy tudjuk azt, mert a hangunk, a belső hangunk, a szólám nekünk. A Yaki indiánok egyik sámánja, úgy hívják, hogy Don Juan, mondta, hogy minden ösvény tulajdonképpen, rálépünk millió ösvényre, mégiscsak egyet szabad kiválasztani magunknak, annak az ösvénynek az utasai legyünk, amit a szívünk diktál, a belső hangunk, de ahhoz néha nekünk csendbe kell lenni. Ugye úgy hívják a szentek ezt, hogy a kontempláció időszaka, amikor a halhatatlant is próbáljuk meghallani, ez a mi belső hangunk. De mindaddig, amíg csak futunk, szaladunk, és soha nem állunk meg egy pillanatra sem, és olyan dolgokra figyelünk, amelyekre nem is kéne odafigyelnünk, vagy szánunk időt, de a belső hangunkra már nincs időnk, nincs elég csendünk, akkor az baj. Én azt mondom, hogy a mindennapi nehézségeken akkor tudunk igazán túlteni, és akkor tudunk szelektálni, mert hát szelektálni kell, hogyha időt szánunk magunkra, ha kezdjük magunkat megszeretni. Mert ha magunkat megszeretjük, becsüljük magunkat, akkor abban a pillanatban kiküszöböljük azt, hogy megengedjük másoknak, hogy bántsanak. Ez egészen biztos, hogy nem szabad megengedni azt, hogy a másik életét éljem, hogy ne az enyémet. A Mézga Géza című filmsorozatban minden alkalommal azt mondta Paola, hogy bárcsak hozzámentem volna Hufnáger Gézához. Hát menjünk hozzá Hufnáger Gézához, hogyha ez a mi szívünk akarata. És a mindennapi élettel is így vagyunk, hogyha hányszor van az, hogy elindulunk, és tudom, hogy mégse kellett volna ezt megcsinálni, mert ez a belső mérce, ez a hang figyelmeztet, hogy Kati, rossz úton jársz. De mégis, mert lusta vagyok, mert így kényelmesebb, meg már félig elindultam, akkor minek forduljak vissza. Csak hogy ezt a belső hangot nem tudom ám elnyomni. Ez ott lesz velem évek múlva is, hogy rosszul léptél, rosszul tetted, és ettől nagyon rosszul érezzük magunkat. Ettől fogjuk úgy látni, hogy a világ rossz velünk, pedig nem a világ rossz, mert a világ ilyen, amilyen, de mi formáljuk, a mi lelkünk formája olyanná, amilyennél látni szeretnénk. Amen. És szeressünk, mint éjszakai lepke a lángot, mint medve a téli álmot adott esetben. Köszönöm, hogy megtisztelt, és itt volt velünk, hogy újra eljött hozzánk, és köszönjük, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Én azt hiszem, hogy tanulságos ez a történet, és sok dolgunk van még. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Eszterhály Katalinnal beszélgettünk a szeretetről, mindarról, ami fontos számunkra a hétköznapokon és az ünnepeinken. Köszönöm, hogy itt voltak velünk. Minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!